Zeca. No. Szóval, nem tudom mennyire láttok, meg mennyire fókuszál az a vacak. Kicsit lealakítom a muzsikat. Ez egy ilyen érzés egyébként, amikor hátrafele nézed a harmadik monitor. Jó? Kicsit hallom, de az a lényeg, hogy ne nagyon hallatszódjon be. Jó, tehát én hallani fogom, ti meg nem. Na. Szóval. Lefixálom, mert így mégiscsak jobb, érted? Szóval elosztók, én vagyok a farkas, amit látjátok éppen full HD-ben. Van egy szavazás éppen videóról, hogy mi legyen a következő videó, de van egy olyan is, ami nem szavazási téma, hanem már... Na, ilyen szót használjuk, hogy ne bántsam meg kedves nézőimet. Inzultálva vagyok, ez a jó szó. Szóval inzultálva vagyok, hogy a régi gépem van csak kin. Tehát az új az nincs. Úgyhogy ez fontos dolog, komolyan, hogy kinek milyen számítógépe van, olyan jó ember lesz, vagy ez nem igazán sikerült így szellemileg így összelegóznom. De nincs semmi baj, természetesen nekem nem kerül semmibe, nektek meg aztán pláne nem, úgyhogy ez fontos. Úgyhogy szépen megcsináljuk a videót, ezt mindjárt csak összetekercselem, jó? Igen, foglalkozom tekercseléssel is. Ez a fejhallgatómnak az összetekercselése. Miért kell összetekercselni? Tudod, ha így teszed be a zsebedbe, akkor tiszta csomó lesz az egész, az nem pálya. Úgyhogy erre kitaláltuk a kisgyermekemtől, 2 éves fiamtól elkommunizáltuk a cumi tartót. És a cumi tartónak van egy olyan fantasztikus tulajdonság, hogy belefér a fejhallgató. Tisztán tartja, pormentesen, és nem gubancolódik össze. Kész. Te van zárva. De természetesen nem erről volt szó, csak itten lép téblábolt az asztalom. Szóval, elkezdtem kiszórni a dobozokat, persze nincs meg az összes, úgyhogy kis türelmet. Türelmet? Micsoda türelmiesség? Jöttök velem, jó? Tehát szépen jövünk. Mert hogy mindennek, ami nekem számítógép alkat rész, megvan a doboza, még a porszívónak is megvan a doboza, ne szóljatok be. Ezt leborítjuk, ezt nem kell. Közben megy a mosógép egyébként, azért van itt a szennyes. Igen, nekem is van szennyesem, és ki szoktam teregetni. Ez nem olyan szennyes, amire te gondoltatok. De már megint piszkos a fantáziátok. Hülyék vagytok. Na, nézzük csak. Hát, ez hogy került ide? Nem tudjuk. Vénusz projektes póló, azt sem tudom, hogy került ide. Na, ha minket érdekel, az a nagy doboz itten, persze egy kézzel rohadtam ezt levenni. Az asszonynak a főmosója, a Spin & Go, de ez minket nem nagyon érdekel, mert ez csak egy doboz tartó doboz. Na, ezt most nem értettétek meg elsőre. De ebben vannak a dobozaim, amik, most elkezdtem már kiszórni a dobozokat, de persze nem fog tartani sehol, hogyha ezt nem nyitom ki. Ha van súlya, igen. Na. Nézzük akkor a többi dobozot, jó? Ezt kinyitjuk, ezt is kinyitjuk. Vénusz projektes izék, poszterek, tehát ez természetesen ide tartozik. Itt is egy hülye doboz, itt is egy hülye doboz, itt is egy hülye doboz. Halmozódnak a dobozok. Golyó ütött a nyomok. Matricában egy hatalmas farkas van hátul, ilyen üvöltős, de még sajnos nem sikerült felhasználni. Mi azt egy kicsit félre tesszük. Jó? És mindjárt keresek nektek itt az ablakpárkányon egy dönőjű letámasztós helyet, mert nem tudom hol. Én ki kell találnom, hogy hova támasztalak titeket. Mert én azt tudom egyébként, ami nagyon fontos dolog, mondja ide, hogy így, né? Most jó, ugye? Kényelmesen ültök a székbe? Mivel kezdjem? Kezdjük mondjuk alaplap, jó? Ez az alaplapnak a doboza. Itt látjátok. Úgy hívják, hogy Gigabyte X58A, ez a chipset. UD3R Turbo. Tehát ez nem a sima, hanem ez a Turbo. Ezt onnan lehet tudni,
hogy a szerviz, ahonnan ezt én vásároltam, lenyúlta a szervizkönyvet, mert nekik ilyen nincsen, és akkoriban nem lehetett hozzájutni egy másik UDI 3R-nek a szervizkönyvhez, ugye nincsen szervizkönyve. Tehát ez a... ez a hogyan használjuk, hogyan telepítsük meg, ilyesmi. De egyébként teljes dobozról van szó, tehát az összes... Most megpróbálom így mutatni, hogy ne patyogjon ki. Az összes készülék kelléknek nevezett ilyen baromság. Például itt van a hátsó shield is. Miért nem ragad oda? Itt a hátsó shield. Amit tögöljek, meg nem tudom mi a picsának van. Csak a szellőzés blokkolja egyébként. Tehát, ja, hát meg szép, ugye? Na most ennek az alaplapnak nem az a fő szempontja, hogy szép legyen, hanem hogy... hát nekem van egy nagyon jó kis motoros barátom, és azt szokott ezzel... ezzel a példával élni, hogy... Na, ez erre jó. Remélem ebből értettétek, nem kell sokat brümmögnöm hozzá. Videokártya összekötő sín. Vágod egy olyan alaplapon, ami eleve támogatja a videokártya összekötést alaplapban benne. Tehát... Hát, ha ő össze akarja kötni, ez egy oké, itt egy merebb változat is. Meg mondjuk nem biztos, hogy én értem, hogy ez ugye a Gigabyte-nak a doboza, hogy abban miért van, mindjárt megmutatom, várjál. Nem tudom mennyire látjátok, remélem látjátok, kettő darab MSI összekötő sín. Vágod? Tehát egy más termékeit dobálgatjuk, vagy... Azt is el tudom ám képzelni, ez a hülye szervizes dobálta bele, és lenyúlta a gigabyte-os sínemet. Jaj, de hát benne volt a listában, akkor tegyünk bele neki valamit. Milyen van itt? Ott egy MSI is, dobja bele kettőt. Jó. De lehet, hogy nem tűnt fel neki egyébként az alaplap alapból támogatja. Csúnya volt az a mondat, mindegy. Ezt a dobozt elvégeztük. Jó, akkor ezt mindjárt arrébb teszem csak. Hát ez becsukni, hallod? De ez olyan, mint a menetrend. Ez születni kell, öcsém. Na, next. Mi következik az alaplap után? Proci. Tehát a központi feldolgozó egység, processing unit, ugye az a CPU. Természetesen már nyitva van, hát ott van benne a gépbe. A dobozban van egy, hogy mondjam, egy csalás. Sajnos nekem volt egy garanciás problémám, mert széthajtottam az előzőt, és garanciába visszavették, tehát dilók. Az igazán csalás az ez. Ez egy üres doboz, természetesen itt lenne a gyári hűtője, de ez már nincsen benne. Mert azok a köcsögök cserébe elvitték a gyári hűtőjét is, tehát ezt nem biztos, hogy sikerült megértenem. Az igazán poén az ez, a két kiskönyv. Miért igazán nagy poén? Ez egy fillért nem érre, csak egy kiskönyv. Nem ez a poén. Mindjárt megmutatom, jó? Tessék! Kettő darab i7 Black matrica. Nagyjából 60 ezer forint ez a matrica úgy külön. Ha valaki tud szerezni, olcsóban szóljon. Komoly. Na, úgyhogy ez a két darab matrica, majd ha egyszer sikerül számítógép házat vennem, az egyikre fölkerül, a másik pedig valószínűleg fölrakom a telefonomra. Már van nem i7 van, Black van, de most mindegy. Na, ezt a két kiskönyvecskét visszarakom dobozba, jó. Utána majd áttérünk a számítógépre is, csak a dobozok azért hát szemléltetőbb erejűek, jó? Luka. Mi szokott lenni a következő? Alaplap, proci. Igen, videokártya. Itt a videokártya, jó? Hogy mutassam? Így jó, ugye? Sapír. Ezt hallottam egyébként tegnap, ezt tudják, hogy sapír. Amit a tapír, tudod, csak nem mászik. Tiszta por egyébként. Tehát Zapfir, két fekete hülye csaj, Radeon HD 6990 Dual GPU Graphics Card. Itt meg van egy 4GB. Tehát valószínűleg egy 4 gigás pendrive-ot adnak mellé. Ne vegyétek komolyan, ez egy igazi doboz. Mi van benne? Hát van súlya, de egyébként szerintem üres, nézzük meg. Üres, ugye? Ebben mi van? Ja, egyébként Zapfirék a legendához híve kurvára nem tudnak dobozt csinálni. Tehát azt, hogy valamit eladnak, csak maga a termék a jó. Ez tényleg üres. Van benne ilyen reklámpapír. Jaj! Windowsos telepítő! Kinek kell ez öcsém? Komolyan még a Windowsosok sem használják, hiszen ők fölmennek az AMD COM oldalra, azt leszedik a katalisztot, tehát a hülyék. Hát ami jár, az jár, nem? Hogyan kell föltelepíteni? Melyik konnektor dugó hova való, mit hova kell dugni, stb. És
Van egy pár ilyen mini display port, meg HDMI és átalakítós, dugós, ilyen, hát tudom, szokásos baromság. És van hozzá VGA-ra átalakító DVI-ról, meg van hozzá igazi Crossfire-es keresztkötő, ilyen összekötő. De egyébként megint nem értem, mert ezt nem kell beledugni a videókártyába. Tehát, na mindegy, nem azért vagyok itt, hogy mindent értsek, ugye? Szokták mondani. Más dolog itt nincs benne, hát egy kurva nagy hely itt alul a videókártyának, jó? Tehát így mutatom, hogy ekkora nagy hely. Jó, ezt most gyorsan becsomagolom, mert... megint doboz, doboz, doboz. Ne felejtsétek el, hogyha vesztek egy számítógép alkatrészt, és még megvan a doboza, akkor az nagyjából árduplázó hatású. Ja, és hogyha esetleg vigyáztál is a dobozára, ja, meg mondjuk még a készülékre is, akkor többért tudod eladni, sokkal, mint amennyit fizikailag egy darab videókártya érne, úgyhogy nincs hozzá semmi. Ugye világos? Na jó, menjünk tovább, mert ez is megvan. Ezt a videókártyát, ezt az alaplapot, meg ezeket a processzor magukat el kell látni erővel. A tápot azt nagyon kevesen szoktátok érdeklődni, pedig higgyétek el, hogy nem egy 500 wattos bontós teszkós táp van benne. Hát nem bíztuk a véletlenre. Ez is sapire, pure 1250 watt, tiszta pure ez is, mindegy. Pure PSU Power of Gaming and Workstation PC. Tehát a kifejezetten játékra és munkaállomás PC-re van kihegyezve. Kapott egy 80 plusz bronz pecsétet. Itt van egy ilyen fénykép róla, hogy hát még újkorában hogy nézett ki. Itt van egy Aero HS pecsét, meg mindenféle ilyen egyéb ilyen dilóságok, ilyen maraságok. Ami igazán figyelni kell, az ez a számít fönn. Az, hogy olyan dugók legyenek benne, ilyen moduláris legyen a táp, tehát ne az összes kábelt, nekem ollóval kelljen elvágni, hanem eleve úgy legyen fölkészítve, hogy ha kell, bedugom, ha nem kell, akkor ne legyen ott a kábel, tehát ne zavarjon. És erre kell még itt nagyon figyelni, hogy 91%-os áramingadozás biztonság. Magyarul a 3,6 volt, az 3,6. Nincsen 59, vagy 61, tehát ilyenek nincsenek, az 3,6, jó? Hátoldal, idióta grafikák, ezerrel, mindenféle idióta pecsétek, hivatalos szövegek, tiszta lényegtelen baromság. És hát maga a doboz tartalma, hát ennek már így súlya van, mert tele van olyan kábelek, amit az életben nem fogsz felhasználni, viszont ez a doboz egészen kultúráltan néz ki, de ugyanúgy nem lehet kinyitni. Vágod? Tehát kinyitod a dobozt, és mit látsz itt? Semmit. Tehát itt megint feszegetned kell, tehát zafírék nem tudnak dobozt csinálni. Menjetek el egy olyan boltba, ahol elmagyarázzák nektek, hogy kell dobozt csinálni. Hülyék. A dobozhoz nem értenek, tessék. Tenger kábel, az életben nem lesz. 62 darab satám. Meg 24 darab idén. Nem lesz. Meg ki tudja, nem? Tegyük bele, persze. Mit érdekel ez minket? Jó, ebbe csak a kiegészítő kábelek vannak. A másikban, ebben a nagyobbik dobozban nem lehet ám kivenni, ezt teljesen felejtsd el. Ezt külön kiveszem, ezt a kicsit, és utána kiveszem a nagyot. Na ez a nagy, ez üres. Tehát ebben van egy ilyen tájékoztató füzet, hogy nagyjából hogy kéne bánni a táppal, meg van egy ilyen Atti Fire Pro matrica, kettő példány van, és négy szem csavar, hogy a tápodat bebír csavarni. Semmi extra csavar, sima ilyen fos, tehát még csak nem is az, hogy bele van nyomva, hogy zafír csavar, érted? Nem, sima. Ettől az egy logótól egyébként dobnom kéne egy hátast, vágod? Ahelyett, hogy ki lehetne nyitni a dobozt. Mindegy. Értelemszerűen nem a dobozért vásároltam meg ezeket a termékeket, csak mindig észrevesz, hogy nem bír dobozolni az afír. Tehát azt valahogy nem. A termékei viszont... Hát igen. Na, az egy másik menet. Nem véletlen van ennyi zafírom. Na jó, ez is megvan. Következő. Mi következik? Hát, mondjuk, amit elérek. Kicsit közelebb húzom a dolgokat, jó? Mert nem érem el. Na, itt van egy nagyobb doboz. Fejhallgató. Régebben egyébként én a fejhallgató tekintetében nem nagyon tértem el a Sennheiser márkától, mert én arra gondoltam, hogy a
a nagy ár. Megmutatom, jó? Tehát most éppen erről van szó, illetve lesz szó mindjárt. Tehát a nagy ár az minőséggarancia. És voltam egy helyen, ahol az egyik emberke egy olyan fejhallgatót használt, ami nem is tudtam, hogy van. Tehát nekem 2014 van nyár, és 12 éve foglalkozom számítógépek tuningolásával, és nekem 12 éve megállás nélkül Sony Blaster hangkártyám volt. Előtte is, közben is, végig is, meg most is. És én nem tudtam, hogy ez gyárt fejhallgatót, vágod? És ennek a srácnak, ennek a kisebb testvére volt meg, ennél már van egyébként nagyobb. Kipróbáltuk, hogy na, akkor ez most milyen? Hát nem mondanám rossznak. Viszont sokkal olcsóbb, mint a Sennheiser. Sokkal olcsóbb. Annyi hátrány van, hogy elég nehéz beszerezni. Például be kell menni a MediaMartba, a Tescóba, meg ilyen fos helyekre vágodóval egyébként én nem járok. Na, oda be kell menni, és elméletileg van. Na most pont találtam egy ilyet, pont volt nálam pénz, hát akkor mondom, pont megveszem. És a Sennheisernek hát van betegsége. Úgyhogy nagyon jól szól tényleg, aztán le a kalappal. Ez annál rosszabb egy kicsit, természetesen. Cserébe a tizedébe kerül. És nem viccel, mert veszek 10 ilyet, jó? Szia, gázt! Mint hogy egy Sennheisert, nem? Kicsit furcsa ez a... Hogy mondjam? Olyan hasonlatot mondtam most, ami kicsit furcsa, tehát nem illik ide. Olyan furcsa például, hogy amikor megveszed a fejhallgatót, sima fejhallgató, 3,5-es jack dugóval, tehát Walkmanbe beledugni, mobiloknak a felébe van ilyen jack dugó, bárhol beledugni, figyeld, PC, Macintosh, slussz! Tehát se Linuxba, se mobiltelefonba, semmibe nem dughatod be, mert szabálytalan! Egyébként a normál eset úgy néz neki, figyeld. PC, Macintosh, Linux, mobiltelefon, MP3 lehetsző, MP4 lehetsző, és itt körbe lenne írva, bazd meg, mi mindenbe lehet bedugni, nem? Tiszta hülyék. Ehelyett csináltak PC, Mac, kész. Kuka a doboz. Következő. Mi a következő? Billentyű. Hát nálam fogyóeszköz volt eddig, mert... Hát a bontom 300 forint egy billentyűzet, és hogyha össze-vissza verem a billentyűt, semmi baja nem lesz a számítógépnek, vágod? És akkor 300 forintért veszek egy másik billentyűt, kész. Azonban történt egy kis baleset. Például az, hogy jártam egy olyan helyen javítani számítógépet, ahol az embernek semmilyen nem volt, csak egy rossz számítógépe és egy tök jó billentyűje. Anyád, de király, menj már, ez nagyon jó. És az a billentyűzet rendelkezett egy nagyon fontos tulajdonsággal, amit... Igen, tudom, nagyon rossz szokás, nem biztos, hogy le fogom tudni vedleni. Megirigyeltem. Azt kell mondjam, megirigyeltem. Ez a Gigabyte-nak a K6800-as nevezetű 2000 forintos billentyűzetet. Tényleg nem valami drága, tehát... Hallod? Körbe van gombolva! Nem azért, mert nagy kabát, basszeg. Hanem még gombok vannak neki körbe, és a legnagyobb poén! Úgyse találjátok ki. Mi az, ami a billentyűzeten? Ha jó, hogyha van, nem? Mi legyen? Ilyen extra dologról van szó, tehát nem sima billentyűzet, hogy enter, meg ez ki. Mi legyen? Hangerőszabályzó! Tiszta király, megirigyeltem a hangerőszabályzót. A 6800-ast nagyon nehéz beszerezni, mert ez a sima, ehhez nem kell elem, nem kábel nélkül, sima USB-s, kábeles, régi, fos. Cserébe tök jól működik. Ez az egy gombja, ez a baloldali shift. Hát ilyen bika. Úgy kell nyomni itt az állat, így. Különben nem veszi a jelet. Lehet, hogy mögé ment egy mákos tészta, vagy nem tudom. De gyárilag. Tehát... Minden más gombjátok, jó? Ezt úgy kell nyomni, mint az állat, akkor jó. 2000 forint. Következő. Most egy páros jön. A páros azért fontos, mert tesztek bizonyítják, hogy nem minden egér működik minden egérpaddal jól. Vágod?
Például veszel egy Razer egeret, mint amilyen ez is, veszel hozzá egy Razer egérpadot, például veszel egy lézeres Razer egeret, és veszel hozzá egy Mantiszt. Egy Razer Mantis egérpadot. Na, hát azzal nem fog menni. Te vágod? Úgyhogy olyan teszteket kellett végezni, hogy az az egér, amit én vettem, azzal az egérpaddal megy, amit én vettem, és az ottani szakértő tanácsolt, hogy ne azt vedd, hanem ezt a másikat. Kipróbáltam, és... mind a kettőt kérem. Megmutatom, miről van szó, jó? Ez a Razernak a 2003-as Dead Adderje. Ez nem tudom, mi ez a szalaggenyó, mindegy. Van hozzá ilyen dupla matrica, föl lehet rakni a gépre, nem raktam még föl. Szóval ez a 2003-as Dead Adder. Természetesen nincsen benne, mert ott van a gépnél. És... tehát semmi nincs benne, egy telepítő CD Windowsra, meg ilyen hülyeségek. Jó? És ez az egérpad van mellé. Jó? Ezt úgy hívják, hogy GX Gaming, GX Control típus. Tehát nem a speed, a gyorsan húzogatósok, hanem a lassan húzogatósok, mint amilyen én is vagyok. Itt van egy próba párna, itt meg lehet nézni, hát ez nem túl durva, így a kezemnek egy életen át így suvickolni. És akkor vannak különböző színek, különböző formák, stb. Jó? Kész a lista. Megyünk. Megyünk, megnézzük, hogy áll ez a valóságban, jó? Most tartunk 21 perc 30-nál. Itt van két darab SSD. Ezeket én hiába szereztem meg, mert nem váltottak be hozzák fűzött reményeket. Tehát nem érik el azt a szintet, ami nálam a belépő szint, úgyhogy eladó, mind a kettő. Méghozzá nagyon jutányos áron, nagyjából fél áron, jó? Ha egybe viszed, akkor aztán extra kedvezményt is kapsz, elviheted, nem kell. Garanciális! 3 év teljes körű van hozzá, ha jól tudom. Tehát mindegy, ezt ide rakom még egyelőre, jó? Üres doboz egyébként, azért dobálom. És ez az, amiért az egész videót megcsináltuk. Itt látjátok azokat a termékeket, ugye, amiket itt az előbb felsoroltam. Tehát itt van dönöljű billentyűzetünk, dönöljű hangerőszabályzóval, itt van a Razer egér, a GX-es egérpaddal, így mutatom, talán így jobban látjátok. Kicsit nagy a kontraszt, jó, ide kihúzom. Ez a Dead Adder, a 2003-as Dead Adder. Nem vibrál egyébként, csak a... na mindegy, menjünk tovább. Itt van a Sound Blasternek a Tactic-je. Tactic, itt van. Itt van rajta a Sound Blaster logó. Remélem látszik. Itt a Sound Blaster logó. Nem világít egyébként az a kék, az csak ilyen kék színű vacak. Meg szól a zene. Itt szól a zene. Na, amit én szoktam látni, az ez. Tehát három monitort nézünk, természetesen ez egybe, egy képernyőként működik a Linux alatt is. Most megfogom ezt az ablakot, itt az egérkurzor, megfogom az ablakot, és így áthúzom, itt fönt húzom, hogy lássátok, mert múltkor szóltatok érte. Vagy áthúzom a monitorokon, mert ez egy monitornak tűnik, ezt kicsit lehúzom a zavaró. Ezt kicsit lecsukom, ez a zenelejátszó. Tehát mind a három monitoron át lehet húzni az ablakot, mert ez egynek számít, jó? Eddig megvan? Na, az operációs rendszerem természetesen nem Windows, hanem egy Ubuntu 12.04-es, ami egy i7-990-essel van meghajtva, ugye ez a proci, amiről szó van, egy Antilles videokártyával, 32 bites operációs rendszerre, és egy 160-as vinyóval, tehát ne, igazán nem viszem túlzásba, jó? Eddig megvan? Ez most jelenleg a gép. És hogy néz ki? Na, hát lássuk. Ez pillanat, ez be kell kapcsolnom azért a lámpát. Na, lámpa bekapcsolva. Ez kicsit a... ja, igen. A bakker. Ez véletlen volt. A fejhallgató, ez még ehhez tartozik, ez a témához. A fejhallgató rendelkezik egy lukkal. Most a lukba kell beletenni az mikrofonot. Tehát ezt a mikrofonot így bele kell tenni a lukba. Most persze egy kézzel több bénázok, igen. Kész. Bele van téve. Vagod? Tehát ennyi. De most ez nem kell, úgyhogy ezt visszahúzzuk. Na, extra szellőzés, mert nyár van, tehát nagyon meleg van, és azért vigyázok a készülékre. Ez egy Zalman Pro. Nincs már rajta ventilátor, de... ja nem, Cooler Master. Nineblade állat, Nineblade, ez a 9 lapátos, ugye? Nem 7, mit? Tudom, én nem is érdekel, leszorom. Na, össze-vissza mennek ezek a dolgok, jó? Na, akkor lássuk, jó?
tápot fölül, kicsit betakar ez a kábel, de ne zavartásátok magatokat, ez tényleg az Zephyrnek a Pure-ja. 1250 wattos, ledes, nagyventis, önhűtő, moduláris táp, hát érték az, van, igen, mindegy. Cooler Master 212 Pro, alatta, ezt sajnos valószínűleg nem nagyon fogjátok látni, alatta van az i7-990, ami ugye a képet itt biztosítja. Itt van a Gigabyte-unknak az UD3R-je, azért nem látjátok a feliratot, mert rajta fekszik a videokártya. Tehát... Ja nem, pont ott látjátok, GA X58 UD3R Turbo. Van benne kettő darab 2 gigás memória, ez egy sima Kingston HyperX, tehát tényleg a legalja, tehát ennél olcsóbb memória szerintem nem is létezik. Itt van a két darab SSD benne, ami eladás tárgyát képezi, sajnos nem nagyon látszik, mindjárt kicsit átalakítok itt a dolgokat. Azért már akkor talán jobban látjátok. Tehát van benne egy SSD, kettő SSD, és fölötte van az aktív vinyó, ami működik. Tehát látjátok? Itt van az SSD, és fölötte van az aktív vinyó, az a 160-as fos. És van fölül egy Plex Store Jolly Joker. Tehát nem biztos, hogy látjátok. Nem, semmit nem látni. Sima CD lemez, Blu-ray, DVD, RV, ti is rajta semmi logó. Ez a Plex Store-nak egyébként a satás Jolly Jokerje. Ez nem biztos, itt egy Intel P4-es matrica. Ez hogy került ide? Lehet, hogy csaj rakta ide. Itt egy... Volt benne egyébként Intel P4. Ez most nem az. Jó? És van egy hangkártyám, itt alul. A hangkártyának külön kivezetése van, az a MIDI port. Tehát a joystick port, az természetesen hozzájár a hangkártyához. Ez egy Creative Sound Blaster Audi G. Most tényleg ennek nincs meg a doboza, mert ez tuning tools. Tehát ezt külön úgy kellett vadászni. Egy olyan hangkártyát, ami Linuxon is adja a Sound Blaster hangminőséget. Tehát kicsit ilyen furcsa, ha volt nekem egy másik Audi G hangkártyám, egy másik verzió, és ez nem nagyon akart menni. Minden második frissítés után elment a hangja, és nekem vissza kellett dugni az integrált hangkártyába ezeket a dolgokat. Na, így néz ki előről. Így néz ki előről a Shield rész. Nem igazán szép, hogy őszinte ki akartam először venni, de most már tényleg leszarom, mert kicsit blokkolja a hűtést, tehát mindegy. Na, úgyhogy ennyi az egész számítógép bemutató. Fölül van füle a gépnek, és rá van írva egy szemét. Itt van egy újraírható lemez, ez egy sima TDK DVD RV, tehát remélem látjátok, ez egy sima újraírható lemez, és mindig az az operációs rendszer van rajta, amit kipróbálok, tehát most így jelenleg üres. Ez egy Anaglyph szemüveg, tehát piros-kék, nem tudom mennyire látszik a felvételen. Várjál, leveszem róla ezért, bugyit. Nem biztos. Ide teszem így, látjátok? Piros-kék szemüveg, ja? És akkor nem kell levenni a bugyit róla. És így néz ki a videokártya kimenet, jó? Úgy néz ki, hogy van mini DisplayPort, ezeket kihúzom. És van egy DVI, tehát az a fehér, nagy, sima, jó? Azt is kihúzom. Ott van mini, 1, 2, 3, 4 darab. Nem tudom mennyire fúj bele a videokártya, úgyhogy így mondom. Van benne 4 darab mini DisplayPort, meg egy DVI, jó? Visszadogjuk a DVI-t, és akkor talán visszajön a kép is. Nem biztos. Igen, ott a kép. És akkor visszadogjuk a izét. DisplayPortot, egyet, meg visszadobjuk a kettőt, vagy és kész. Tehát nagyjából ennyi egyébként. Természetesen a kép visszajött, nem gáz? Itt valami izé van. Beállítás nem váltható, hát. Hát haver, hidd el, hogy leszarom. Na, igen, ennyi, jó? Tehát aki azért siránkozott egész eddig, hogy nem tudja milyen gépen van, annak itt van, jó? Ja, és annak a srácnak, akinek ez fontos, hogy ettől én jobb ember leszek, hát legyen. Sziasztok!